Sziasztok, jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök minden csatlakozónkat, a Mi Afrikánk online hangolva harmadik előadás sorozatában. Engem Szabados Dórának hívnak, én vagyok a Diák és Árva Támogatás Program vezetője, én fogom ma tartani ezt a 15-20 perces mai előadást. Egy pár mondatot szeretnék magamról szólni, mielőtt neki kezdünk. Én márciusban kerültem az alapítványhoz, előtte jó pár évig nagy multicégeknél dolgoztam trénerként, tehát mindig az oktatási szektorban. Körülbelül 5 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy ezt a pályát magam mögött hagyom, és egy nagy kalandba vágtam Afrikába. Utaztam először Zimbabvébe, később Dél-Afrikába, és egy önkéntes programokat fejlesztő és irányító cégnél helyezkedtem el programvezetőként, és így kitanulva csinyát-binyát az önkéntes programoknak a fejlesztésével sikerült később Ázsiába eljutni, illetve egy csendes óceáni kisebb országba is, ahol a helyi közösségek bevonásával fejlesztettük és irányítottunk nagy önkéntes programokat. És amikor úgy gondoltam, hogy mindent megtanultam, amit lehetett, hazaköltöztem, és az afrikai alapítványnál sikerült így elhelyezkednem, és az eddigi tapasztalataimat lehetőségszerűen itt kamatoztatva, folytatva ezt a fantasztikus életvitelt, illetve segítőkészséget. Úgyhogy akkor csapjunk is a lecsóba, vagy ahogy Franz mondaná, a magyar lekvárba, bemutatnám a Diák és Árva Támogatás programunkat. Akik Franzot kísérték egy másfél héttel ezelőtt az első előadásnál, akkor ők tudják, hogy ki is, mi is ez az Afrikáért alapítvány, hogyan jöttünk létre. Ezért én nem is fogok belemenni a kezdetekbe is, és hogy hogyan alakultunk, hanem csak ki szeretném igazából emelni a céljainkat és az alappilléreinket, így a legelején. Tehát a mi alapítványunk a rászoruló afrikai emberek, elsősorban a gyermekek és a nők számára nyújt oktatási, szociális és egészségügyi ellátást. Három alappillérünk, hogy hidat képzünk a támogatók és a támogatottak között. Ez egy nagyon fontos kommunikációs folyamat, amit a fenntarthatóságra helyezünk. Borzasztóan fontos az, hogy olyan programokat, olyan projekteket támogassunk és hozzunk létre, ami hosszabb távon a helyi közösségek és a helyi embereknek az életét és az életszínvonalát hosszabb távon fenntarthatóan tudja segíteni. Ezt megspékeljük egy kis szakmaisággal, mind az alapítványon belül, mind az afrikai partnereinkkel igyekszünk, törekszünk egy színvonalas szakmai vonalat képviselni. A szeretet, ahogy Franz is mondta, borzasztóan fontos, a segítőkészség és a szeretet nélkül az alapítványunk nem működhetne úgy, ahogy működik, és ugye ezt egy magas színvonalon próbáljuk kommunikálni és folytatni. Jó, tehát hol vagyunk mi pontosan, és mit csinálunk? Köztudottan ugye a Kongói Demokratikus Köztársaságban alapultunk, a College Othniel általános és középiskola, illetve a La Providence Árvaházban folytatunk programokat és projekteket. Ezen kívül később kettő másik afrikai országba is sikerült partnerkapcsolatokat létrehozni, Etiópiában a Szent Zsered Árvaházban, Tanzániában pedig a Green Eden iskolát támogatjuk. Tehát, hogy pontosan ez mit is jelent, egy picit akkor ilyen adatokkal szolgálnék. Köztudottan sajnos Kongóban az állam nem biztosít ingyenes oktatást a gyermekek számára, magániskolák által kínált szolgáltatások, azok gyakorlatilag nagyon sokaknak elérhetetlenek, hiszen nagyon magas tandíjat kell fizetni. A kongói családok
nagy része ezt képtelen megfizetni. Ennek következtében sajnos gyakorlatilag 10 kongói gyerekből mindössze 4 tud iskolába járni. Mi ennek szerettünk volna elejét venni, így jött létre a College Otniel általános iskola és középiskola, ami a nagyon mély szegénységben élő családok gyermekeinek teszi lehetővé, hogy egy színvonalos oktatásban részesüljenek. Ez az iskola körülbelül 700 gyermeknek nyújt egy nagyon színvonalas oktatást, immár lassan 17 éve, és 40 fős pedagógus gárdánk van, amik ugye a magyar támogatások segítségével hozzájárulnak az iskola színvonalához. Egy másik nagyon szomorú statisztika, hogy nagyon-nagyon sok árva él Kongóban, körülbelül 4 millió nagyságrendű, köztük körülbelül 200 ezeren élnek az utcán. Az Afrikáért Alapítványnak az évek során nagyon sok lehetősége volt a kinshasai szegény negyedekben különböző árvaházakat támogatni, viszont ahhoz, hogy az alapítvány az alapelveit és a filozófiáját követni tudja az évek múlásával, úgy döntöttünk, hogy egy saját intézményt hozunk létre. Így jött létre 2008-ban a La Providence Árvaház, ahol 11 árvát támogatunk. Ezzel a családias létszámmal hatékonyan tudunk figyelni minden egyes gyermekre, és figyelemmel tudjuk kísérni a fejlődésüket, érettségi után levő terveiket, képzéseiket, egészen addig, amíg felnőtté nem válnak, és a lábukra nem tudnak állni. 2017-ben sikerült az alapítványnak terjeszkednie, és így indult el az együttműködésünk a Szent Zsered árvaházzal Etiópiában. Ez egy nagyon nagy árvaház, körülbelül 130 gyermek él itt minden nap, több különböző általános és középiskolákba járnak, és ebből a 130 gyerekből mi 15 gyermek támogatását tudjuk jelen pillanatban biztosítani. A Green Eden általános és középiskola Tanzániában van, szintén 2017-ben sikerült egy partnerkapcsolatot kialakítani velük. Ez a College Otnielhez hasonlítva egy sokkal kisebb iskola, körülbelül 130 diák jár ide, 10-15 fős pedagógus gárdával, és mi jelen pillanatban a magyar támogatók segítségével körülbelül 80 gyermek oktatását tudjuk biztosítani. Jó, és akkor pár szót mondanék gyakorlatilag, hogy hogyan néz ki ez a diák és árva támogatási program. A data, ezt majd fogják később is hallani, ez a rövidítése ennek a programnak, egyszerűbben data, ahogy mi hívjuk házon belül is. Gyakorlatilag hogy néz ki? A honlapunkon fenn vannak a gyermekeknek a honlapjai, és virtuálisan örökbe lehet őket fogadni, ki lehet választani különböző támogatási formákat, és másfél-két éves elhivatottsággal ezeket a gyermekeket havonta, negyed évente, vagy akár évente támogatni. Mit ad ez nekik? Ugye már megemlítettem, hogy ugye a tanulás az, ami egy borzasztóan fontos célja az alapítványnak, tehát biztosítja azt, hogy színvonalas oktatásban részesüljenek ezek a gyerekek, illetve az intézményeinknek is ugye a folyamatos támogatottságát és fennlétét biztosítják ezek a támogatások. Mi történik a kommunikációval, hogyan vagyunk kapcsolatban, hogyan vannak a támogatók kapcsolatban a gyerekekkel, levél küldés módján, ez ugye az interneten, az alapítványon keresztül, az személyemen keresztül lehet leveleket küldeni a gyermekeknek, ezt mi kiküldjük a partnereknek, akik lefordítják az adott nyelvre, amit éppen a gyermekek beszélnek, megosztják velük a támogató gondolatait és információit, és ugye nagyon sok esetben visszaválaszolnak, ez szintén rajtam keresztül e-mailként visszajön, és ugye ezt én eljuttatom a támogatók számára. Tehát ez a fő kapcsolattartás lényege, hogy így tudunk kapcsolatot teremteni támogató és támogatott gyermek között.
Van csomagküldésre lehetőségünk, ez sajnos jelen pillanatban Kongóban és Tanzániában működik csak. A különböző missziók, a humanitárius turizmus segítségével, ugye nagyon sok utakat szerveztünk az elmúlt években, és ezeknek az utaknak a segítségével a támogatók kisebb csomagokat tudnak küldeni a támogatott gyermekek számára. Itt meg kell sajnos jegyeznem, hogy Etiópiában sajnos ezt még nem tudtuk kialakítani, oda még nem sikerült egy ilyen utat szervezni. Sajnos idén ugye a jelenlegi helyzet ez nagyon meg is nehezítette, tehát azon dolgozunk, hogy ez a jövőben 2021-ben Etiópiában is elérhető legyen. A humturizmust, humanitárius turizmus már említettem, ez egy olyan út, egy 2-3 hetes út, amit az Afrikáért Alapítvány szervez, és ennek keretében ki lehet menni a helyszínen mindenféle programba bekapcsolódni, és ezen belül találkozni a támogatott gyermekekkel. Havi hírlevelünket szintén szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ezt havonta kiküldjük a támogatói bázisunknak, ahol nagyon sok információt szoktunk csatolni a partnereinkről, a gyerekekről, adott kulturális eseményekről, amik történnek ezekben az országokban. Tehát ez nagyon-nagyon jó felszín, ahol lehet követni tényleg, hogy mi történik a partnereinknél, illetve az alapítványnak a mindennapi tevékenységéről is be szoktunk számolni. Szintén fontos, hogy egészen 2020-ig az iskolai teljesítményeket is rendszeresen kaptuk a partnereinktől, tehát a gyerekeknek a vizsgaeredményeik, beszkennelt bizonyítványok például. Ez sajnos idén egy kicsit megbicsaklott, hiszen mindhárom országban ugyanúgy bezártak az iskolák, tehát erre idén nem volt lehetőség. Természetesen 2021-ben, ha minden jól megy és mindenki úgy akarja, ezt a kommunikációs csatornát is újra meg tudjuk nyitni, és folyamatosan tudjuk közölni a támogatók felé, hogy a gyermekeik hol tartanak, melyik osztályba járnak, milyen teljesítménnyel lépnek a következő osztályba. Tehát ez az 5 olyan alap kommunikációs csatorna, amit mi próbálunk folyamatosan fejleszteni, odafigyelve, hogy tényleg egy átlátható és hosszú távú támogatás sikerességét tudjuk biztosítani. És akkor szeretnék veletek megosztani egy pár kimagasló eredményt. Fura világban élünk, sajnos ez az év úgy alakult, ahogy alakult, de ennek ellenére egy fantasztikus adat az, hogy idén is átlagosan körülbelül 12 új támogatója van az alapítványnak havonta, ami azt jelenti, hogy 16 új támogatási formával átlagosan járulnak hozzá az alapítvány működéséhez. Ez egy fantasztikus adat, gyakorlatilag tényleg több mint 2-3 támogatási formát is vállalnak emberek, és ezáltal egy nagyon stabil, olyan 300 körüli támogatói bázisunk van, akik nélkületek az alapítvány nem tudna úgy működni olyan színvonalasan, és a partnereink nem tudnának úgy működni, ahogy jelen pillanatban is működnek. Úgyhogy én ezt az alkalmat szeretném megragadni, és minden kedves múltbeli, jelenlevő és jövőbeli támogatóinknak egy nagyon nagy köszönetet az alapítvány nevében szeretnék mondani, hiszen nélkületek nem sikerülne ilyen színvonalasan és ilyen sikeresen ezeket a programokat véghez vinni, és a gyermekeknek nem lenne ennyi lehetősége sem, hogy egy sikeres jövőjük legyen. És akkor egy-két apró nehézség is, csak hogy így világos legyen tényleg, hogy azért kihívásaink is vannak. Nagyon fontos, hogy minden egyes támogatóinknak helyes elvárásokat állítsunk. Ez azt jelenti, hogy minden kérdés időben és őszintén meg legyen válaszolva. Ha probléma adódik, valaki valamit nem ért, akkor ott legyünk és megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mit miért nem tudunk megcsinálni, mikorra tudjuk
megcsinálni mondjuk információkat a gyermekekről közölni. Tehát az elvárások kezelése ez egy ilyen mindennapi folyamatos kihívás, amiben természetesen van fejlődésre hely, és ezen dolgozunk az alapítványnál, hogy ez minél egyszerűbb és zökkenőmentesebb legyen. Ennek az egyik része a jelenlegi weboldalunk, amit, hogyha többen is ismernek, valószínűleg elismerik, hogy nem a legideálisabb, nem a leggyorsabb felület, úgyhogy több éves tervezet után most nagy örömmel tudom bejelenteni, hogy ennek az évnek a végére egy fantasztikus új weblappal fogunk jelentkezni, ahol egy ilyen nagyon letisztult, nagyon modern, nagyon jó felhasználói készségekkel nem kell rendelkezni, hogy elnavigáljunk a honlapon, és remélhetőleg ez is egy olyan sikeresebb csatornát fog kialakítani a támogatók és a támogatott gyermekek között. Illetve nem utolsó szempont a kapcsolattartás a partnereinkkel. A technikai nehézségek itt a legnagyobb szempontunk. Sajnos Afrikában nincsen olyan interneterősség, nagyon sokszor internet sincsen, tehát amikor nagyon sokáig tart, amíg információt kapunk, vagy egy adott támogatói kérdésre nem tudunk időben válaszolni. Az sajnos ezért van, a kinti partnerek nagyon sokat küszködnek internettel. Többek között Etiópiában azt hiszem valamikor szeptemberben egy teljes hónapig nem volt internet. Ez most jelen pillanatban Tanzániában is így van, tehát eléggé nehéz ezekkel a feltételekkel dolgozni. Ennek ellenére átláthatóan mi ezt próbáljuk közölni ugye a támogatók felé, ide visszacsatlakozva tényleg az elvárásokat, hogy sajnos havi szinten valószínűleg nem tudunk adatokat és információkat közölni. Ez sajnos így van, bárki, aki járt bármelyik afrikai országban, tudja, hogy eléggé nehéz technikai problémákkal küzdködnek. Jó, és akkor így végezetképpen szerettem volna egy-két nagyon aranyos képet megosztani veletek. Ezek a kongói gyermekek. Ilyen képeket szoktak küldeni, hogyha például egy támogató szeretné tudni, hogy mi van a gyermekével, nagyon régóta hallott felőle, és ilyenkor az iskolából, hogy ugye most így nyáron nem volt iskola, de hogy az történt, hogy tanárok, illetve a partnereink kimentek, felkeresték a családokat, és akkor ilyen kis helyi élet szituációkban lekapták a gyerekeket. Úgyhogy ilyeneket lehet tőlünk kapni. Ők az etióp árváink az árvaházban, illetve tanzániai gyermekeink. Itt ugye jobb oldalt látható, hogy ők már ott az iskolában is megjelentek, tehát ez itt a tanteremben egy ilyen pillanatkép az egyik kisfiúról. Jó, én ezennel be is fejeztem ezt a program bemutatást. Amit most szeretnék nektek megmutatni, az egy fantasztikus támogatónknak a saját története. Gazsi Nóri egy ilyen 3 perces videóban elmondja, hogy hogyan került ő az alapítvánnyal kapcsolatban, és hogy milyen fantasztikus élményben van azóta is része támogatván a Prince nevű. Én az Afrikáért Alapítványal már évek óta kapcsolatban vagyok, sajnos sokáig csak távolból figyeltem a munkájukat, és 2019-ben végül sikerült kijutni Franszal és a csodálatos csapattársaimmal Kongóba. Egy ilyen út rengeteg meglepetést és csodát rejteget. Én így ismertem meg a fogadott kisfiamat kint, a túra utolsó napjaiban, utolsó hetében. Egy nagyon kedves kisfiú tulajdonképpen ő választott ki engem, de
nem volt nehéz dolga, nagyon megnyerő, mosolygós, tündéri kisrác. A neve is önmagáért beszélt, mert őt kishercegnek, princnek hívják. Éppen az orvosi misszió napjait töltöttük, amikor ő mindig ott volt körülöttem, mindig körbezsizsgett, volt egy kedves mosolya, egy gondolata felém, és a harmadik napon sikerült úgy közelebb kerüljek hozzá, hogy valóban megtudtuk ki ő, hogy ő még nem az alapítvány iskolájának hallgatója, végső soron mi az ő sorsa, hogy ő félárban, nincs lehetősége, a családnak nincs anyagi háttere arra, hogy őt iskolába járassák, és nagyon talpra esetten ő elmondta, hogy viszont szeretne, mik a tervei, szeretne fejlődni, tanulni, és nagyon szeretne a College of Nilelbe járni. Hát azt hiszem, hogy nem volt kérdés számomra, úgyhogy rögtön sikerült neki adnunk egy kis iskolai csomagot, felszereltünk egy iskolatáskát a korának megfelelően szükséges eszközökkel. Nagyon kedves meglepetés volt, hogy a kedvenc tanárom osztályába került. Pindi egy bámulatos, mosolygós, szintén csodálatos pedagógus, úgyhogy franccal karöltve vezettük őt be első nap az osztályterembe, ahol nagyon-nagyon sokan voltak, tömött pacsorok várták, de a kis csoporttársai is nagyon szívesen fogadták, és délután már a kis egyenruhájában érkezett. Még 3 napot volt szerencsém találkozni vele, illetve a családjával is meg tudtam ismerkedni. Ott laktak nem messze az iskolától, és egyik nap kaptam egy tolmácsoló segítséget, aki szintén az alapítvány egyik árvájú neveltje volt régen, ő jött ki velem segíteni, hogy tudjak a családdal is pár szót beszélni. Sikerült az anyukáját, testvéreit megismerjem, és onnantól kezdve én már a reggelim felét igen vittem reggel a kis hercegemnek. Hát aztán könnyes búcsú, nem volt könnyű elválni tőle, de hát minden szép történetnek egyszer így vége szakad, de mi azóta is kapcsolatban vagyunk. Azért nem annyira a világ vége, és ma már az internet működik azért. Szinte minden héten értesülök róla, hogy van a kisfiú. Nagyon vicces ez, mert nincs közös nyelvünk, úgyhogy fordító segítségével tolmácsolunk ide-oda, de azt hiszem, hogy a lényeget azt mindig értjük egymással kapcsolatban. Nagyon nehéz az ő életük, de nagyon szeretek a részese lenni, mert soha nem panaszkodnak, és olyan jó érzés, hogy ilyen nagyon pici dologgal én egy nagyon nagy dolgot tehetek ennek a kisrácnak az életében. Köszönjük szépen, Nóri, és én is mindenkinek nagyon meg szeretném köszönni a mai esti figyelmet, és várunk titeket szeretettel vasárnap is, amikor Franz egy újabb csodálatos történetet fog megosztani veletek. Nagyon szép estét mindenkinek! Sziasztok!